Mi Hazánk Mozgalom önkormányzati képviselőjelöltje a 9-es választókerületben, Boda Dániel, aki Cegléden született, tanulmányait Cegléden folytatta. Jelenleg elektronikai technikusként dolgozik, emellett rendelkezik okleveles színész és szinkronszínész diplomával. Nős, egy gyermek édesapja. A stúdióban köszönhetem tehát Boda Dánielt. Köszöntöm még egyszer, köszönöm, hogy eljött. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket, és köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Nézzük a témaköreit. Ezek közül első a lakóterület fejlesztése. Mire gondol ezen témakör alatt? Hát igen, nagyon sok elvégezetlen feladat van, úgy gondolom, a 9-es választókerületben. Nagyon sok fejlesztés és lakópihenő övezetek kialakítása hiányos. Már abból is problémás lesz, ugye, hogy a belvárosi projekt felújításba szeretnék parkosítani a belvárost, és már így is a megnövekedett forgalom az nagyon kitenni a Kertváros utcáit, és ezért is elengedhetetlen, hogy jelző táblák kihelyezésével majd megcsökkentsük a forgalomnak a megnövekedett forgalmát, és ennek érdekében kell a kisebb utcákat fejlesztenünk a táblák és sebességkorlátozó fekvőrendőrök kihelyezésével. Az esővíz elvezető csatorna hálózatok is minden évben problémásak, nem csak a belvárosban, hanem a mi területünkön is. Ugye ez minden nyáron problémát okoz, hogy nem megfelelően van rendben tartva a csatorna elvezető hálózatok, nagyon sokszor gazosak, nincsenek rendesen elvezetve az elfolyási lehetőségek is. Balesetveszélyes rossz utak rendbetétele is már igazából nagyon sok utcában sorolhatnak, nagyon sok utcát, ahol ezt rendbe kellene tenni. Itt a kisebb utcákban is a baleset megelőzés érdekében a gyermekes babakocsit toló gyermekes családok is problémát szenvednek ezzel, meg a mozgásában korlátozott és idős embereknek is problémát okoz sok utcában. Lehetne sorolni őket, de egyszerűen ez ilyen nagyon városi probléma is, hogy rosszak az utaink, és ez minden képviselőnek a legelső feladata lenne ezt rendbe tenni, és nem csak ígérgetni. Én sem vagyok az ígéretnek a híve, mindig a tetrekész cselekvényeseknek voltam az elkötelezett hív, és ezt ideig is be fogom tartani, hogy nem ígérgetek, hanem teszem, és a választókerület felújításáért fogok dolgozni, ha megkapom a lehetőséget majd erre. Szeretném a legvirágosabb utca projekteket is ezzel újra fölvirágoztatni, hogy szép és újra virágosabb kertvárosi utcáink legyenek. Elképzelések, rendvédelem, közbiztonság területén? Igen, nagyon problémás ez országos szinten is a rendvédelem, nem csak a ceglédi városban és a külterületein. Úgy nagyon látom, hogy le vannak foglalva a rendőreink a környező falvakban, mint Törtelcsemőben, ott a rendvédelemben, és nem a belváros utcaiban végzik el a munkát, amit egyébként is az lenne az ő hatáskörük. Ezért is szolgálmazza a Mi Hazánk, és a Mi Hazánk Víradat programjából is hoztam a kedves nézőknek egy kis részletet, és azt szeretném a Cegléd városi képviselőségem során is képviselni, ugyanis ez, hogy rendet, csendőrséget, ezt hirdeti a Mi Hazánk. A közrend kialakítása, lakók ezen ötleteit is várom, minden egyes projekt ötleteiket, és létre kell hozni a csendőrségnek, melynek hatáskörése élesen el kell határoljon a rendőrségtől, előbb bűn megelőzési, az utóbbi nyomozati feladatkört tölti be. A tekintélyparancsoló egyenruhát viselő különleges képzés kapó csendőrség már megjelenésével is elriasztaná a bűnözőket. Prevencióra, bűnmegelőzésre van szükség, nem pedig arra, hogy már megtörtént büntény után helyszíneljen a rendvédelem. Rendkívül fontos, hogy visszaállítsuk a rendfenntartó erők tekintélyét, és prevencióra, bűnmegelőzésre van szükség, nem pedig arra, hogy így megtörtént bűntényen helyszíneljen a rendőrség. Tippettünk tovább a következőre? Igen. Ez a családpolitika? Igen, a családpolitika. Maradhatunk még ennél a témakörnél, hogyha van hozzáfűzni valója, semmi akadálya. Hogy fegyverviselési jogot a szolgálaton kívüli rendőröknek is, ezt is nagyon
az önvédelemhez nem csak jogot, hanem eszközt is adna a Mi Hazánk a fegyverviselési lehetőség szélesítésével, hiszen bűnözők úgy is megszerzik a fegyverékét, de a védekezés már jogszabálymódosításra lenne szükség. Az EU fegyvertartást korlátozó igyekezetére válaszul kerül be tavaly a cseh alkotmányba, hogy az EU fegyvertartás korlátozó igyekezetére válaszul ország állampolgárnak joguk van a fegyver elvédelmezniük saját és más emberek életét, ez példa lehet Magyarország számára is, ezért a Mi Hazánk fegyverviselési jogot adna a szolgálaton kívüli rendőröknek, honvédeknek, sportlövőknek, az önvédelmi fegyverek viselésének könnyítése közbiztonsági érdek is, hiszen a támadók kiiktatásával ártatlan áldozatokat menthetünk meg, és tiltsuk be az uzsorázást, a pénzügyi visszaélések megakadályozása érdekében meg kell határozni azt a kamatértéket, amelyen felül a követelést a magyar bíróság előtt peresíthetetlen, és legutolsóban szigorúbb büntetést az állatkínzóknak, és az is sokszor probléma Cegléd városában is, hogy nem megfelelően vannak tartva az állataink, mind rövid pórázon vannak kötve, vagy akár nem megfelelően vannak beoltva, vagy akár ilyen veszettséget is hordozhatnak, és kóborállatok, ez nagyon sokszor problémát okoz a Düllőnkben is, és Álmos utcánban. Családpolitika, igen, az a legnagyobb veszély, úgy gondoljuk, Mi Hazánk is, meg én is, hogy a magyarság legnagyobb problémája az a népességfogyása, már több mint 40 éves sújtja hazánkat, évről évre fogy a magyarság, és ezen az Orbán kormány családpolitikája sem tudott változtatni. Pedig ha nincsen magyar gyerekek, akkor nincs értelme semmi másról beszélni. Az országot, a kultúrát, a hagyományainkat, a javainkat nekik hagyjuk örökül. A Mi Hazánk szerint a 21. században a legfontosabb feladatunk a magyarság lélek számában újra gyarapodó nemzetté tegyük, amihez radikális változások szükségesek. Ugyanakkor a nagy család vállalás, ami mindig órási szegénységi kockázatot jelent a magyar családoknak, hogy nem kapnak megfelelő támogatást, csak például uzsora kamatokat kapnak, arra gondolok, hogy hitel támogatásokat kapnak, nem pedig önellátó, saját önrendelkező családokat alakítanak ki a kormány, inkább hitelekkel. Szegényíteni el jobban a magyar családokat, és ez is nagyon látszik most a város életében is, hogy soron vannak az ilyen beruházások. Léphetünk akkor tovább? Probléma. Még szeretnék. Ugye a családtámogatások a nyugdíjakhoz hasonló törvényben garantálná a Mi Hazánk, hogy támogatás, amely több mint egy évtizede emellett emelkedett, és is sokkal kevesebbet érnek ma, mint a bevezetési kör. A kiszámítható és tervezhető jövő érdekében értékállónak kell tenni a gyermeknevelés minden támogatását, hogy a családok biztonságos számoshassanak a nekik jogosan járó juttatásokkal, mint az áfa csökkentés is már nagyon sok problémát okoz a rezsi csökkentés érdekében, amit a kormány ígért, és sajnos még a mai napig nem látjuk, hogy ez megvalósulna, mind a város életében, mind országos szinten is. Úgyhogy a Mi Hazánk a lehető legkisebb mértékre csökkenteni a gyermekneveléshez szükséges cikkek áfáját, úgyhogy törvényben garantálni az ebből következő árcsökkenést is. Ez olyan intézkedés, amely valóban a gyerekekre szánt kiadásokat csökkenti. Egy perc van, három témáról kíván még szólni. Ön döntése lesz, hogy melyikről beszél még. Környezetgazdálkodás és környezetvédelem 1-2, nyugdíjasok, nyugellátás, 3, szociálpolitika. Igen, a környezetgazdálkodás és környezetvédelem az a Mi Hazánk Európa első zöld nemzeti radikális pártjának tartjuk magunkat. Számunkra rendkívül fontos a hatékony válaszokat adjunk a konkrétan tapasztalható és mezőgazdaságot is érintő környezetszennyezésre. Azt valljuk, hogy aki szereti hazáját, az magától értetendő, környezetvédő szemléletváltás. A környezet védelmének kiemelt fontosságát, a környezet tudatos szemlélet kialakítását már gyermekkorban el kell kezdenünk a közösség és a társadalmunk építésének érdekében. Igen, indokolatlan különbségeket is csökkentenünk kell a nyugdíjügy szempontjából, ugyanis
hozzánk hasonló történelmi-gazdasági helyzetben lévő Lengyelország 100 000 forintnak megfelelő összegű minimál nyugdíjat, míg Magyarország ennek a háromnegyedének a legalacsonyabb folyósítását biztosítja. Eddig tartottam a műsoridőt, Boda Dániel, köszönöm, hogy nálunk járt. Köszönöm szépen a lehetőséget.